Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Két ember beszélget. Magyarországon ez nem meglepő. Ők ketten régóta beszélgetnek, szinte az idők kezdete óta. Angol nyelvhasználatuk ellenére menthetetlenül kelet-közép-európaiak. Beszélgetésük valójában lefordíthatatlanul magyar. Leginkább olyanok, mint Hacsek és Sajó. Molnár Gál Péter írt két évtizeddel ezelőtt a magyar kaparé két archetipikussá vált elévülhetetlen ős példányán. Ők is félreismerhetetlenül pestiek. Most egy bérházban ülnek, látszik a gang, cigarettáznak, mint régen. Kis emberek. Félreértik egymást, mintha félre hallanának valamit. Vagy nagyon is pontosan tudják, mit mond a másik. Mi félszavakból is félreértjük egymást. Kódoltan beszélnek, de mondataikat környezetükben mindenki érti. A képeken elsőre egyenlőnek tűnnek, az egyik megfáradt műszaki értelmiségi, a másik megfáradt örök lázadó. Fáradtságukban konformán váltak, gesztusai kiszámítható. Kiszámíthatóságuk inkább tragikus, mint komikus. Egykedvűen dühösek. Egykedvűen viselik el egymást. Hasonulnak egymáshoz. Hacsek nem háborodik fel, hiszen vele szemben egy másik Hacsek ül. Két Hacsek vagy két Sajó. Esetleg nincs is közük egymáshoz, mert magukban beszélnek. Jelenlétük ismerős, de nem otthonos. Nem véletlen, hogy bérházban ülnek. Bérelt nyelvben, bérelt térben beszélgetnek az idegenségről. De persze nem két ember, hanem két robot beszélget. Emberformájúak, de viselkedésük, nyelvhasználatuk robotszerű. Régóta beszélgetnek, több mint másfél évtizedet. Azóta minden megváltozott. Átalakult a kommunikáció, megváltoztak a számítógépes programok, mások a monitorok, az érzékelők. A GPS beszélgetés már nem különlegesség, nem a Turing-teszt minősített esetek, hanem a mindennapos kommunikáció mindennapos formája. Hétköznapi kommunikáción géppel helyettesíthetővé vált. A tőzsdén gépek uralkodnak, vásárlásunkkor gépek válaszolnak, beszélgetéseink jellemzően SMS nyelven zajlanak. Ma már könnyen észrevesszük, hogy másképp GPS-edünk, mint a 60-as, 70-es években gondoltuk volna. De még nehéz felfognunk, hogy mindez ahhoz képest is nagyon más, mint ahogy az ezredfordulón elképzeltük. Korábban azt hittük, a robotok látványosan foglalják majd el az ember helyét, most úgy tűnik, a változás lassan és láthatatlanul zajlik. A régebbi filmekben még minden más volt. A film elején jól láthatóan megjelenik egy jövőbeli évszám. A neonfényben a kémcsöveket a robotok emelgetik. A vállalatvezető gondterhelten illan ki biztonságos üvegfalú irodájából nehéz döntés előtt áll. A valóság már most is más. Az igazgató nem néz ki sehonnan. A döntés kompjúterek kommunikációja nyomán születik, emberekről, robotokról egyaránt. A Smoltó két robotja, Manci és Béla nem döntéshozók, szavaiknak első hallásra nincs súlyuk. Most a migránsokról beszélgetnek. Másfél évtizeddel ezelőtt a migráns szociológiai szakkifejezés volt, már a politikai jelszóvá változott. 10 évvel ezelőtt a most hallható mondatok szélsőségesek szájából hangozhattak volna el, ma már ez a sokak által elfogadott normalitás. A másfél évtized alatt a robotok nyelvi bizonytalanságai eltűntek. Egyre kevésbé hallanak félre, egyre pontosabbak. Nyelvhasználatuk átalakul, kommunikációjuk átértékelődött. Közhelyeik közbeszélyesebbekké váltak. A két robot nem számol szavai következményeivel. Manci és Béla bizonyos tekintetben a propaganda áldozata. Manci és Béla más tekintetben maga a visszatükrözött propaganda. Beszélgetésük olyan, mint a mesében, de ilyen mese nincs, vagy ha van, nem jól végződik. Manci és Béla olyan meseszerű lények, akik lassan áttörtek a valóságunkon. A Smoltók négy ember közös alkotása. A mű gondolata az ezredfordulón született, azóta folyamatosan átalakul. A Smoltók valójában nem is mű, hanem egy komplex szerkezet, amelyben a legfontosabb szerepet maga a néző játsza. A szemlélő, aki belenyúl a párbeszéd irányításában. Hatalmat gyakorol. Heves kézmozdulattal irányít, belelovalja magát. Polarizálja a beszélgetést, hogy mint egy pszichológiai kísérletben kipróbálja, mi történik. Szélsőségesre állítja a potmétert, hogy elkerülje az unalmat. Gyakorolja hatalmát. Megfigyeli, mi történhet. Nem csodálkozik, mert az eredmény csak nem mindig megfelel a várakozásainak. 2000-ben a Smoltók keletkezésekor az volt az alapkérdés, vajon tudhatnak-e a gépek beszélgetni.
átmehetne a Turing-teszten egy ilyesfajta gép-ember-masina. A hangsúly a megkülönböztethetőségen, az ember és a gép határának kirajzolhatóságán volt. Mára a két alak sokkal kevésbé tűnik robotszerűnek, felületeik belesimultak az életünkbe. Régebben Moncit és Bélát űrhajósoknak láttam, egy régi vágású, intellektuális science fiction képzeletbeli szereplőinek. Esetleg filozófiai példaembereknek, akik képesek régi embergép teóriák illusztrálására. Mára egyszerűen gondolatai bazárt alakoknak látom őket. Valóságból kivágott példaembereknek, akikben nem másokra, hanem magunkra is mehetünk. Különös alkotás a Smalltalk, mert az időben is kiterjed. Folyamatos átalakulásával, azzal, hogy újra és újra szembeszáll a technikai alakulással, lassan az elmúlt évtizedek kulcsművévé vált. A Smalltalk komédia és tragédia egyszerre, időben egyszeri és maradandó. Mint Hacsek és Sajó figurájában, Manci és Béla alakjába is minden történetünk beleírható. 2000-ben, mikor először írtam a Smalltalkról, azt gondoltam, az akkori alkotás egy később létrejövő mű makettje lehet. Már nem makett, ez a valóság. A kiállítást megnyitom.